Na tehát itt vagyunk a harmadik harmaddal, a rendes játék utolsó harmadában, amely vendég emberelőnye folytatik, vendég hazai emberelőnye folytatik, vendég emberelőnye folytatik, Horváth Ádámnak van egy kis büntie. Horváth, egy hegyi a Horváth Ádám, a hegyi Ádámnak is hát Horváth Viktor, a korongos fajhon a platál. Horváth. Valanis! Fajhon, hogy megfeledkeztek róla, Berta. Merabi azonban nagyon jól tudott, Lindgren, Berta. Lindgren, fogják meg felhozolni azért a korongot. A vendég harmadba. Rajhona ütközött, oh, Lindgren, nem mind a ketten. Tudták a korongot, Horváth, Dávid. Lindgren fegy az ámbot, rakta fel a sor. Dontovics, az a lilő, mellé. Lindgren. Berta. Itt az egész film az ötfehér csapat, így is van. Egy Ádám is tört a büntetőt, az Fatál. Azari veszélyes. A Fradinak Hegyi Ádám, a Fradinak vérekezni is kell, nem lehet itt ismét úgy támadni, szóval egy gólot az arra. Lencső is. A valaki bent volt ki. Na mindegy, hát Ferencvárosiak számára is. Szíka, politikai és az a hegyi, Ferenc is a szerzőlemben. A hazai csapat, Ferenc Valvi. Edély. Oh, honnan jött az ki? Meravi, Ameriki. Jó érzéket. Ezt ide vissza tudjuk videózni. Meravi. Kisner. Erdő. Revált. Kiállítás lesz. Dalsavi adja. Hegyi Ádám. Zoltán. Hegyi Ádám Zoltán. Kis beleérés, így most miért belépnek ki egy a streng fogás jön neki 2 percre. Hát már tulajdonképpen megpróbáljuk visszakeresni a gumiós jeleneket is, miközben na nézzük! Megtaláltuk a jelenetet. Streng lövi rá. Rálőni pontosabban, de lepattan edész, szappanos. És bizony a vas! És bizony a vas! Meravi mellé nyújt. Itt a vas, a vas. Avas. Avas. A Fradival volt avas. Na hát ez nem volt gól. Így nem kell visszaterelni az órát. Folytatottak a legyen Istenzári Sembezelőnek. Horváth, nagyon izgalmas, hogy találkozunk, de 10 napot, csak talán csak egy góra Fradi előre. Tők is ülődik ki a korongot. Át a vendég térfél, a Rajhona, Horváth, Borbás, Fradi első sora van most a jégen. Kis Tamás véd. Nagyon jó ő, Kis Tamás. Miért Ádám? Nagy, Kis véd. Nagy lövés itt Kis Tamás védte. Lencsés. 8 perc. Kis Gábor. Németh Ádám. Oh. Micsoda rossz passz, ráadásul Pabuk leg is indulhatna vele, nagy. Vissza ére, vissza Meravi. Bocsanov. 15 másodperc a kiállítás. Gól lesz, Vatár Amerikulat korongot.
kiegészültek a hazaiak közben. Frank is folyatott volna. Ingram, Frank, majd Lenz és Meravi. Lenz is 5 perc a rendes játék idővel. Nagy Richard, Grosur, Lénárd, Somogyi. Somogyi jöhet. Meravi mit fog? 3-40, Rénát, René, egy Tomi. Akinek ez a belenyúl, belekotrása úgy látszik, hogy győzelmet fog élni per piac a percnek. De még van hátra 3 perc, Erdély. Krössül megindulhat Erdélyi. Krössül, Meravi. Rénát, René. Berta, Ákos. Kis, Kuba. Erdélyi. Krössül, egy húr, nincs. Nincs játék megállás. Azari megindulhat, Bontovics szeredik. Utolsó perc a rendes játék időben, Erdélyi. Borbás kis. Borbás ott maradt. Időkérés. Hazai időkéréssel fog folytatódni a találkozó. Most ha az időkérés után fog folytatni, így pontosan találkozom. Egy gólra a csodától. Hát ahhoz képest igaz, hogy játszottak ugye Pest Erzsébeten a dunaújvárosiak. Lehet, hogy most is kis Tamás fog védeni, nem csodálkozni rajta. 39 lövés, mint ha valamilyen kevesebbet kapott ugye, mint eddig. Mert aminek eddig a két meccsen 20-20, hát most 17, tehát már 57 és ugye 46, illetve 44, illetve 46 lövés, tehát 90-nél jártak a meccs előtt, hát most bőven a 100 fölötti. Na de nézzük, menjünk vissza a mérkőzésre. Mivel egy kapus nem tudják lehozni, Galanis, Ingram, Kis, Galanis, Bontovics, Meravi, Raihona, Borbás. Belőtt korong, Hoffman, tartja benne Fradi a korongot. Tőkési, Lindgren, eladott korong, most megindulhatnak a hazaiak, leütközik, Kis Ákos, lejön közben Kis Tamás. És ott a védés, Meravi, Hoffman, üres a kapu. Mellé üti Hoffman, Borbás, elő lehozza Lindgren. Másodpercek vannak hátra, hogy lőni kell lassan. Horváth Dávid megpróbálja átütni, kiemeli a korongot. Tiros felszabadítás. 9 másodperc a vége előtt most a Ferenc. És a Ferencváros is időt kér. Először a döntő során a zöldfélek is kikérik az idejüket. 9 másodperccel a találkozó vége előtt. A Dunajvárosnak erre a 9 másodpercet nem nagyon érdemes visszahozni egy kis kapus. A Fradi, hogy elhozza a bulit, akkor jó úton fognak haladni. Ha nem, fogjuk is forrát, sok minden fog bújni a bulihoz a korong. Bontovics megemeli a korongot, kiemelte. Megy az idő, Rüssner, megfordul, vége. Galanis. Ennyi. A Ferencváros csapata megnyeri a találkozót 2-1 arányban, és egy összesítésben 3-0-ra vezet a 4 győzelemig tartó párharcban. És tudjuk, a mérkőzés 3 legjobb járt. A mérkőzés 3 legjobb járt. Hegyi Dominik, aki golyával nyertek a zöldfehérek, a mérkőzés 3 legjobb járt, a második legjobb. Nagy László, aki lőtt a találkozó első gyületek, a lehetőség legjobb, pedig hát Kis Tamás, aki nem együl védett, de erős az ő velek védése is kevésnek bizonyítak ahhoz, hogy ma a Dunajváros meglepetést tudjon okozni.
a harmadik mérkőzés végeredményével búcsúzott önöktől. Dabdokler Ferenccel Cselszent Vika 1-2, összesen 13 óra Fradinak. Holnap jön a negyedik meccs, amelyet hogyha Fradi megnyer, akkor vége múlik a 2012-2013-as szezonjának. Elköszönöm a figyelmüket, a holnapi viszontlátásra, viszont hallásra.